Mondj egy viccet. Legyen minden napod tele nevetéssel. Hello guys, thank you for watching my language teaching videos. Listen to a short Hungarian joke. First, I will tell you the joke very slowly with lots of repetitions to help you to understand and to pick up words naturally. Okos kutya. Nagyon okos kutyám van. Nagyon okos kutyám van. Nagyon okos kutyám van. Nagyon okos kutyám van. Dicsekszik a házigazda. Nagyon okos kutyám van. Dicsekszik a házigazda. Nagyon okos kutyám van. Dicsekszik a házigazda a vendégeknek. Nagyon okos kutyám van. Dicsekszik a házigazda a vendégeknek. Nagyon okos kutyám van. Dicsekszik a házigazda a vendégeknek. Ha adok neki, nagyon okos kutyám van. Dicsekszik a házigazda a vendégeknek. Ha adok neki, nagyon okos kutyám van. Dicsekszik a házigazda a vendégeknek. Ha adok neki 1000 forintot, nagyon okos kutyám van. Dicsekszik a házigazda a vendégeknek. Ha adok neki 1000 forintot, nagyon okos kutyám van. Dicsekszik a házigazda a vendégeknek. Ha adok neki 1000 forintot, hoz egy doboz cigarettát. Nagyon okos kutyám van. Dicsekszik a házigazda a vendégeknek. Ha adok neki 1000 forintot, hoz egy doboz cigarettát. Nagyon okos kutyám van. Dicsekszik a házigazda a vendégeknek. Ha adok neki 1000 forintot, hoz egy doboz cigarettát a boltból. Nagyon okos kutyám van. Dicsekszik a házigazda a vendégeknek. Ha adok neki 1000 forintot, hoz egy doboz cigarettát a boltból. Nem igaz. Nem igaz. Nem igaz, válaszolja az egyik vendég. Nem igaz, válaszolja az egyik vendég. Nem igaz, válaszolja az egyik vendég. Nemrég adtam neki. Nem igaz, válaszolja az egyik vendég. Nemrég adtam neki. Nem igaz, válaszolja az egyik vendég. Nemrég adtam neki 2000 forintot. Nem igaz, válaszolja az egyik vendég. Nemrég adtam neki 2000 forintot. Nem igaz, válaszolja az egyik vendég. Nemrég adtam neki 2000 forintot. Elment a pénzemmel. Nem igaz, válaszolja az egyik vendég. Nemrég adtam neki 2000 forintot. Elment a pénzemmel. Nem igaz, válaszolja az egyik vendég. Nemrég adtam neki 2000 forintot. Elment a pénzemmel.
és nem jött vissza. Nem igaz, válaszolja az egyik vendég. Nemrég adtam neki 2000 forintot. Elment a pénzemmel, és nem jött vissza. Nem igaz, válaszolja az egyik vendég. Nemrég adtam neki 2000 forintot. Elment a pénzemmel, és nem jött vissza. Most se cigaretta, se kutya. Nem igaz, válaszolja az egyik vendég. Nemrég adtam neki 2000 forintot. Elment a pénzemmel, és nem jött vissza. Most se cigaretta, se kutya. Én azt mondtam, hogy... Én azt mondtam, hogy... Én azt mondtam, hogy 1000 forintot adok neki. Én azt mondtam, hogy 1000 forintot adok neki. Én azt mondtam, hogy 1000 forintot adok neki a cigarettára. Én azt mondtam, hogy 1000 forintot adok neki a cigarettára. Én azt mondtam, hogy 1000 forintot adok neki a cigarettára. Ha 2000 forintot kap, én azt mondtam, hogy 1000 forintot adok neki cigarettára. Ha 2000 forintot kap, én azt mondtam, hogy 1000 forintot adok neki a cigarettára. Ha 2000 forintot kap, akkor moziba megy. Én azt mondtam, hogy 1000 forintot adok neki cigarettára. Ha 2000 forintot kap, akkor moziba megy. Még egyszer. Most egy kicsit gyorsabban. Listen to the joke again and check your comprehension. Can you process the information faster this time? Nagyon okos kutyám van. Dicsekszik a házigazda a vendégeknek. Ha adok neki 1000 forintot, hoz egy doboz cigarettát a boltból. Nem igaz, válaszolja az egyik vendég. Nemrég adtam neki 2000 forintot. Elment a pénzemmel. És nem jött vissza. Most se cigaretta, se kutya. Én azt mondtam, hogy 1000 forintot adok neki cigarettára. Ha 2000 forintot kap, akkor moziba megy. Anyanyelvi tempó. Finally, I will tell you the joke at a normal speed, as if you were a native. Okos kutya. Nagyon okos kutyám van. Dicsekszik a házigazda a vendégeknek. Ha adok neki 1000 forintot, hoz egy doboz cigarettát a boltból. Nem igaz, válaszolja az egyik vendég. Nemrég adtam neki 2000 forintot. Elment a pénzemmel, és nem jött vissza. Most se cigaretta, se kutya. Én azt mondtam, mondja a házigazda,
hogy 1000 forintot adok neki a cigarettára. Ha 2000 forintot kap, akkor moziba megy. Why do I tell you these jokes? We acquire language in only one way, and that is when we understand it. There is no other way that can happen, says Dr. Stephen Krashen in his famous book, The Power of Reading. It happens without effort, and it happens without worrying about it, and you can't stop it, so you won't get frustrated. That is why I'm making these jokes comprehensible for you. Don't forget, the more you read and listen, the better your Hungarian will become. Keep up the good work.